Üdvözöllek benneteket egy újabb kicsomagoló videóban. Ebben a röpke szösszenetben az ez az Amazfit t Pro. Okos óráról lesz szó, őt fogom kicsomagolni. Neki itt van a kis testsolja. Ez már a Pro verzió. A kettő közt az a különbség, hogy ez a verzió tartalmaz már véroxigénmérést, és ebben a verzióban fejlettebb a GPS modul, mert ugye a Beidut Galileo támogatja meg a ugye ez még csak simán a GPS-t. Valamint van benne barométer, tehát rendes dedikált szenzorbarométer van benne. A vízállóság ugye 5 atmoszféráról megnövekedett ennél 10 atmoszférára, Úgyhogy lássuk, hogy mit rejt a doboz. Amúgy külvilágban, belvilágban ugyanannyi, de megnézzük, hogy mit hoztam egy power bankot, hogy megnézzük, hogy hogy veszi fel a töltést. Most nagyon a menüjében nem megyek bele, hogy mi, hogy merre, mert lehet, hogy tölteni is kell az órát, mert ugye most fogom kicsomagolni, de meglátjuk. Ugye nyugtával és látással dicsérjük a napot. De a csomagolása, az a megszokott MS Fit csomagolás teljesen jó. A betűk ugye egy ilyen kis színátmenetes verziót tartalmaznak, egy kis pigmentet, amiről úgy visszaveri a fényt. Különböző piktogramokat találunk a doboz mindkét oldalán, a hátulján jó kis apró betűs részeket. Az a nekem már ugye felpattintotta a kijelzővédő fóliát rá a doboz alján semmi, amúgy semmi. Na hát akkor hogy magyarul megy, az ki lett egyszer nyitva. Na hát akkor nézzük meg, hogy mit rejt ez a nemes külbecs, hogy milyen lesz a belbecs. <laughs> Tehát akkor nyissuk ki. Remélem nem vágom el úgy ugye annyira, mert nem akarok annyira belenyúlni a késsel. Így. Ez van egy ilyen, megpróbálok vele nem annyira zörögni, tehát azt tudom, hogy a mikrofon összeszed mindent. A doboz az ugye üres külső burkolat. Van egy ilyen, hogy mit kell csinálnod vele. Mondjuk bekapcsolásnál, hogy van egy ilyen, adnak hozzá egy ilyen gyors indítású dolgot, hogy kb. tud, hogy mi van az órával egy rövid használati útmutató, meg hogy ugye, hogy kell tölteni, meg a szenzorait. Tehát amit amúgy is végül is tudni fogsz, mert aki meg nekem ugye eleve itt van a másik, nekem ilyen is volt, hát gondolom ilyen egetverő nagy különbség a kettő között nincs. A cserének, a, az, 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 a cserének az a azt még gyorsan elmondom, hogy ugye ennek az akkumulátora, ez nekem már, hát már több mint négy éve megvan, és ennek az akkumulátora már kezd úgy tönkre menni. Tehát lemerül, mit 62-63 százalékra, és utána hirtelen lemerül 40-re, 38-ra, egy nap alatt. Addig ugye tartja másfél hétig, és hirtelen egy nap alatt meg merül 20 százalékot, és ezt mindig ezt csinálja. Hát ez annak a jele, hogy az akkumulátor nem sokáig lesz benne jó. Tehát lehet, hogy jövő héten tönkre megy benne az akkumulátor, az is lehet, hogy még egy évet kibír, de rizikó. Úgyhogy azért döntöttem a csere mellett, és ugye próban gondolkodtam mindenféleképpen, mert ugye ez, 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 a sima, az a sima T-rex, ez bevált. T-rex. T-rex tényleg. T-rexosaurus. Térex. Na, és külvilág. Hát ugye megszokott jó kis emészfites doboz, van bent egy QR kód, amit le lehet csippantani, különböző infókért. Így van benne az óra, így csücsül bent a a dobozában, ezt így egy az egyben, mint 41-ben ki lehet így venni belőle. Ebbe fogom a régit visszarakni. És akkor nézzük át az egészet, van neki két oldalsó fakja a csomagolásnak, tiszta Rubik kocka. Az egyiket kinyitjuk, akkor ebbe találunk némi papírmenüt. Ha másikat kinyitjuk, akkor itt lesz a töltő, amivel ugye tudjuk az órát tölteni. és ez még hozzá az a fajta féle fajta töltője van neki, ami, 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 ami azt mondja, hogy na aztán, aztán jól uh, ki csomagolta, a Gergő, igaz, igaz, ez. Az. Igen, ez már. Ez a klasszikus töltő különben, ez jó be van ám csomagolva. Tudod, az egész, hogy húzz húz már át rajta az usb kábelet paré, érted? Húz már át, Na, nem igaz, hogy egyszerűbben nem lehetett volna. Na, ugyanilyen van a másik órához is, tehát ehhez is ugyanilyen a töltő. Azt hittem, hogy ez már azt a, azt a, van ennek egy olyan verziója, olyan töltő, hogy egy ilyen kerek. Azt hittem, hogy ez már azt adják, mivel ugye pro, de hát nem. Lényegtelen, a delejt így is, úgyis fölveszi. Na, azt mondja, tettek rá egy kijelző idő fóliát. Ezt mindjárt meg is nézzük, ugye kibontjuk a szíjacskáját. Neki. így. Na, ez az. Így még jobb, gyorsabb. Ezt is szépen össze. Mind a Lego, látjátok? Mind a Ligó. Ligó, tudod, mind a németeknél volt annak a Legoland. És hogy szerettünk volna gyerekfejjel egy jó Legolandot? Milyen divat volt a ném Legoland. De ez olyan volt. De nézzük akkor az órának a dolgát, és akkor leveszem a másikat, és mellé rakom, hogy össze tudjuk hasonlítani. Jó? Egyszer van ez a Pro. Pro Link. Szerintem azt fogom csinálni, hogy én erre ráteszem, mert a jobban fogjátok látni. Van nekem egy olyan sonda Ezeken ezt jobban fogjátok ti látni, mert a kamerához közelebb lesz. Így. Na, tehát akkor egyszer van ugye a Pro, már rá is cuppant, áá, rá is cuppant a töltő, egyszer van a Pro, ő lesz a Pro, és egyszer van a sima, így. Simát észre fogjátok venni, mert a simán ugye van ez az Always On Display, mutatja az időt, míg a pro ugye még nincs semmi. Tehát az órának, a, a két órának a külvilága az ugyanaz. Ugyanaz. A két órának a súlya, tehát a kettes és a sima t meg a pro, tehát a prónak, mert ez a pro, ez a sima t a súlya ugyanaz. A szíjak ugye ugyanazok, mert én ezen már cseréltem egyszer szíjat, ez ilyen, most tudom, hogy honnan lett, ez a Xiaomi sztorból lett a szívébe, ugye ezen látszik is, hogy régebbi, mert azért ezeken az órákon azért, ha ilyet veszel, azért azt tudjad, hogy ezen másfél évente, max. két évente szíjat kell cserélni. És itt nem olyan egyszerű a szilikon szíj ennek a megoldásnak. Tehát, a, a tehát akkor még egyszer ebbe a kezembe a Pro ebbe pedig a, a sima. És látjátok is a különbséget, hogy a sima térexnek, ugye az, éri, az érzékelői azok ilyenek, Míg a prónak már ilyenek az érzékelői. De ezt a fóliát én le is veszem róla, ez nem kell már rá úgysem. Tehát ilyenek az érzékelői a prónak. Így van megoldva. Több szenzor valószínű. Ugye fejlesztették a, fejlesztették a púzus benne, a púzus szenzort, amíg a simának ugye ilyen a. Tehát. No, Nézzük, Bekapcsoljuk ezt a történetet, remélem el is indul. Igen, ezeknek valószínűleg a gombja is jobb. Tehát, ha nem tudom bekapcsolni, akkor rátesszük töltőre, és akkor megnézzük. Most azt mondjuk, hogy úgy csinál, a töltőt, és megnézzük, hogy hogy veszi fel a töltést eleve, hogy hogy dolgozik a töltés benne. Jó? A töltőt akkor szépen így egy akubankkal. Ezt, prób ezt próbáltok mindig powerbankkal tölteni. Tehát ha okosórát töltöttök, akkor próbáltok meg powerbankokkal tölteni, jó? Mert a hálózati töltőfej nem, azok, nem, nem tesz neki hosszú távon jót az akujának. Jó, ha lehet, és akkor próbáltok meg sima, de jó minőségű, nem gagyi powerbankkal tölteni, mert annál hosszabb lesz az aksi élettartalma. Mert nem fog fölpuffadni, fölpuposodni az aku benne. Na nézzük akkor, adjunk neki delejt. Ó, rá is cuppantám, mint Katia Petire. És akkor most, most, most kapcsol be ugye az óra. Most kapcsol be az óra, és ott mutatja a töltést, hogy hát bizony ő már fogadja a delejt, de hát ugye semmi gond ezzel, mert majd szinkronizálni kell a app alkalmazással, és akkor úgy lesz ő a jó. És amíg ugye tölt, addig nem is tudok a menüjébe se belelépni meg semmit, tehát nem is fogom én ezt itt nagyon kinozni. Annyi mondom az óráról, amit tudni kell róla, hogy ennek a prónak ugye jobb minőségű a, a, szenzor, ami méri a pulzusodat, véroxigént, jobb benne a GPS chip, és van benne barométer külön, tehát nyomás ebbe ugye a simában nincs. Meg annyi, hogy ennél már 10 atmoszféra víznyomás van, amit bír, ennél csak 5. Tehát fejlesztettebb, fejlettebb. Tehát, hogyha már nagyon régi, mit tudom, a sima verzió, és tényleg az van, hogy az akuja is már ne kezd, nem az igazi lenne, érdemes váltanod erre a Pro szériára. Hát uh, az Emis Fitnek már van olyan is, ami a kettes széria, az ilyen 80-70-80 ezer forintba kerül a kettes szériája, ez azért majd csak a fele. De én azt mondom, hogy az még szerintem nincs úgy kiforva, de gondolom az lehet rossz. De mondom, ez a széria nekem nagyon bevált, tehát ez biztos, hogy jó lesz. De ez most ugye egy jóval frissebb kiadás, ez a Pro, mint ez a Sima. Tehát ennek a vízállósága jobb, több szenzor van benne, a GPS pontosabb benne, több rendszert ismer föl, ugye Galileo, Beidou, Glonass, a GPS, még ugye ő nem, ő csak a GPS-t azt meg a Glonass-t ismeri, és ugye eleve másabb is a kicsit a menüje. De mondom, most ebbe nem tudok belemenni, mert ugye töltés alatt van. Most addig nem akarom már indítani, ugye egy kém úgy is, kis, kis, hogy ezt a QR kódot, ezzel tudod az app alkalmazást letölteni a telefonodra. Mindjárt meg is mutatom azt is, hogy mi az a zepp. De ugye nekem az már fönt van, úgyhogy nekem az már nem kell rá. Mutatom is itt nektek a frankót, hogy mi az a zepp, miről van szó ugye még a régi óra van rákötve, tehát ő, ő az az app alkalmazása, amivel ugye ezek működnek, ez a, ez a mai adat. Tehát ez az app, amivel majd őt párosítani kell, ezt az órát ugye le kell választani róla, van egy unpaired -egy leválasztás, ezt le kell róla ugye választani, és akkor utána kell vele ezt összepárosítani. Na, és azért érdemes ezt így reggel megcsinálni, amikor tudod, mert ugye akkor az aznapi adatod az megy a lecsóba, mondja le nulláz. Tehát ennyit erről, tehát én ennyit akartam nektek elmondani erről a két óráról, erről a T-Rex Pro-ról, kicsomagoltuk, hogy milyen. Aztán, hogy mennyire fog beválni, meg mennyire lesz olyan kis hűséges társ, mint ez, ez volt nekem négy éven keresztül, ez majd kiderül. De szerintem ezzel sem lesz probléma, én abban biztos vagyok. Jó, nagyon szépen na köszönöm, hogy megnéztétek a videómat bármi kérdés van a két óráról, vagy valami, hogy szeretnétek, vagy tudni, nyugodtan írjátok meg kommentben, nem harapok, meg nem eszek embert. Nyugodtan kommenteljetek, kérdezzetek, jó? Mert ő, is fogom használni, ki fog is az órának a tulajdonsága jobban derülni, meg a barométer, stb., ami, ami van benne, véroxigénmérő, mérő, meg ez a stress szint, meg ilyenek. Ugye ezt, 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 ő ezt nem tudja. Úgyhogy majd annak fényében tudok tényleg referálni, meg annak a fényében, függvényében tudok nektek erről nyilatkozni, jó? Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, megnéztétek ezt a videót, ha tetszett a tartalom, akkor legyetek oly szívesek, és iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, meg ahol tudjátok, osszátok meg, jó? Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok!